Sziasztok! Makrányi Ákos vagyok. És ebben a videómban szeretnék köszönetet mondani Koplárovics Bélának. Igen, jól hallottátok. Koplárovics Bélának szeretnék köszönetet mondani. Aki esetleg nem tudná, hogy ki ő, szeretném néhány szóig megemlíteni, hogy kicsoda, mit köszönhetünk neki, és hogy miért kerül pont ma szóba az ő neve. Összefutottam ma egy régi ismerősömmel, aki Tamásnak hívnak. Tamás Angliában él, és rendszeresen szokott Tenerife-re utazni. Kikapcsolódás, nyaralás céljából. És érdekes módon nagyon jól megértjük egymást. Nem tudom, hogy ez azért van-e, mert azonos a beállítottságunk, vagy a gondolkodásunk, vagy pedig egyszerűen pusztán csak azért, mert ő is külföldön él, én is külföldön élek, és van egy ilyen fajta kapcsolat külföldön élő magyarok között. Én szerintem, nem tudom, szerintetek van ilyen? Vagy ti jártatok már így, hogyha esetleg külföldön éltek, és találkoztak egy másik külföldön élő magyarral, és ugyanarról a dologról, ugyanarról a sztoriról hasonló dolgok jutnak nektek is eszetekbe? Tehát veletek is előfordult ez, vagy csak én velem? Ez a kérdésem hozzátok. Nyugodtan írjatok, kíváncsi vagyok a véleményetekre. Tehát Tamással épp arról beszélgettünk, hogy miért éppen Tenerife. Hát én mondtam neki, hogy én nekem tetszik, mert jó idő van, én szeretem a meleget, ahogy észrevettétek, a napsütés az életem része. És mondta nekem, hogy hát ez így rendben is van, de hát Anglia így, meg Anglia úgy. Ő egyébként Manchesterben él, és kérdezte tőlem, hogy jártam-e Manchesterben. Mondom, persze, hogy jártam. Méghozzá egy futballmérkőzés megtekintése volt a cél. És hogy történt ez? Hát képzeljétek el, elkezdtük föleleveníteni az emlékeket. Ez úgy történt, hogy először a Manchester United jött Magyarországra, és a 93. percben a Zalaegerszeg játékosa Koplárovics Béla a 93. percben egy gólt szerzett, és ezzel a góllal 1-0-ra a ZTE, Zalaegerszeg, legyőzte a Manchester United-et. Szenzáció volt, mindenki futballázban égett ebben az időszakban, a televízióban, az újságokban mindenki arról beszélt, hogy már csak még egyet kell rugni, vagy egy döntetlen, akár egy gól nélküli döntetlen, vagy egy 1-1 is jó lenne nekünk, és akkor a Manchester United-ot ugye, hát legyőzve otthon is, idegenbe is, hogy micsoda egy siker lenne, már egyből Puskásról kezdtek el ugye beszélni, Puskásékról, az aranycsapatról, és mindenki futballázban volt, futballázban égett, és én is szerettem volna kimenni a meccsre. És képzeljétek el, hát én nagyon szerencsés gyerek vagyok, hogy össze is jött egy ismerősöm, mondta nekem, hogy van egy szerencsejáték, ha hiszitek, ha nem, a Vodafone-nak volt egy olyan szerencsejátéka, hogy be kellett telefonálni, és akkor volt 3 kérdés, arra a kérdésre választ kellett adni, ha helyes volt a válasz, akkor a beküldők között ugye fölök kialakult sorrendből a számítógép véletlenszerűen kisorsolt, összesen nem is tudom, talán 300 jegyet vagy 400 jegyet, már pontosan nem emlékszem. Az a lényeg, hogy én ebből megnyertem rögtön az első napon egyet, és úgy belelkesültem, hogy ezt elmondtam a barátaimnak, és az egyik barátom, Balogh Zoli, szintén elkezdett játszani, és nagy szerencsére ő is nyert. Így nem kellett egyedül menni. Aztán mondtam apukámnak, hogy hát mi történt, és mennem kell Manchesterbe, és nyertem egy jegyet, és hogy milyen szuper, mondta, hogy ő is jönne, hogy sikerült ezt megnyerni. Akkor elkezdtünk életre halálra játszani, és hát végül mind a hárman mentünk Manchesterbe. A repülőjegy oda-vissza,
stadion belépő, az autóbusz, a transfer, minden benne volt az árba, hát a nyereménybe, hogy úgy mondjam, tehát semmiért nem kellett egy forintot se fizetni. Nagyon boldogok voltunk, és igazából én szerintem ez mind a Kopdárovics Bilának köszönhető, mert hogyha ő a 93. percbe nem rúgja be ezt a gólt a bekemék ellen, akkor én nem jutok el szerintem az életbe az Old Traffordba. Úgyhogy Béla, ha nézed ezt a videót, köszönöm szépen, és engedd meg, hogy meghívjalak egy csőre. Ha Tenerife-n jársz, akkor keresd meg, és egy csőre a vendégem vagy, jó? Tehát Tamással beszélgettünk ma futballról, az életről, és kérdezte tőlem, hogy hát ha jártam Angliába, akkor hogy tudtam így eldönteni, hogy én Angliába nem fogok élni. Hát mondtam neki, hogy nagyon egyszerű, mert én mindig, amikor egy döntést meg kell hoznom, akkor azt szoktam általában csinálni, és ez eddig nekem mindig működött, hogy kezdek ilyen pro és kontra dolgokat fölhozni, valami mellett, illetve valami ellen. Na most Anglia ellen én három érvet találtam, három nagyon ütős érvet, hogy miért ne éljek Angliába. Az első érv az időjárás. Figyeljetek ide, pocsék az idő. Gondolom, hogy ezzel újdonságot nem mondok, nekem az idő az nagyon számít, tehát a közérzetemet az befolyásolja, hogy borús idő van, esik az eső, vagy süt a nap, tehát én egy ilyen emberke vagyok, hogy én jobban szerettem a napsütést, tehát ez egy nagyon erős érv nekem, hogy Angliába eső. A második ilyen érv, amit itt találtam Anglia ellen, az a sör ára. Nagyon drága a sör. Ugye biztosan tudjátok, itt Tenerife-n a korsó sör nagyon sok helyen 1 euró. Én a sört is szeretem, tehát ez is egy nagyon nyomós érv volt, hogy miért nem Angliába fogok élni. És a harmadik, az pedig, hogy az angol nők nagyon csúnyák. Nagyon csúnyák. És a nőket is szeretem. Tehát most nem szeretnék általánosítani, mert most még miatt megtalálnátok, hogy fú, hát azért vannak jó angol nők is. Igen, igazatok van, vannak jó angol nők, körülbelül egy 5-10%-a a lakosságnak jó nő. Igen ám, de hogy minden egyes férfi ezt a nőt akarja, azt a bizonyos 5-10%-ot megfogni magának, ebből kifolyólag ugye, hát túlkínálat van férfiakból szerintem, és a nők megtehetik azt, hogy válogatnak, hogy na, ebben most nem menjünk bele, mert ez megint egy másik videó téma, tehát úgy tudom akkor jól kifejezni ezt a dolgot egy szóval, hogy az angol nő 90%-a véleményem szerint csúnya. Ezzel szembe a latin nőknek körülbelül a 70-80%-a jól vagy elfogadható állapotban néz ki. Erre mondta egy másik barátom Zsolt, hogy eltűnnek a ráncok, megszépülnek a pattanások. Ugye hát ez minden csak a sör mennyiségének a kérdése, hogy néhány sör, néhány ital után már minden nő szép lesz, de hát szerintem az angol nőkön ez se segít. Na mindegy, szóval ez a három érve, ez így 5 perc alatt összegyűlt, és világossá vált számomra, hogy Anglia az nem nekem való hely. És szó-szót követett, jót ratyisztunk Tamás haverommal, és kérdeztem tőle, mondom, figyelj már Tamás, nem szokott feltően előfordulni, hogy honvágyad van? Szóval, persze, hát ez néha velem is elő szokott fordulni. Ugyan vannak barátaim, családtagjaim, akik közel vannak hozzám, de néha azért nekem is van honvágyam, és kérdeztem tőle, és nincs valami trükköd, valami megoldásod, ami működik, hogyha esetleg így rám tör a honvágy, mit tudnék csinálni? Te mit szoktál csinálni, amikor honvágyad van? És akkor mondja nekem, hát figyelj, fogom a telefonomat, és fölmegyek az origo.hu-ra. Ott a pont, ti mit csináltok, a honvágyatok van? További szép napot mindenkinek!